A MOL-liga idei szezonjának első megyeri úti meccsén fogadta az Újpest a Miskolc csapatát. A hetedik perc legelején pedig meg is szerezte a vezetést a hazai gárda, Kádlubják a kék vonalról talált be. 2,5 perc múlva jött a válasz. A Szajbertről kipattanó korongot Fekecs vágta a bal felsőbe. 10 percnyi gólcsend után Dan Christopher Strengel lógott meg, és 1-1 alaposan túljárt Bece Zoltán eszén. 2-1 vezet a pénteken a listavezető Dabot legyőző Miskolc. Második harmadban összekapta magát a tavalyi OB egy ezüstérmese, a 25. minutumban Kiricsenko egyenlített Hetler passzából. Rá 1 perccel a próbajátékon lévő Justin Javorek a palánkra préselve is kiszolgálta Rafai Attilát, aki megszerezte a vezetést az Újpestnek. A Lila 88-as jól megjegyezte a szlovák asszisztját, és a 32. percben le is kopírozta. A gólszerző Ladislav Szikorcsi. 4-2. Miskolci időkérés, Meyer Péter emlékezteti fiait, mit is csináltak pénteken, amikor a DAB vezetett 4-2-re. Popovics Patrik pedig a gyakorlatban is felidézte a felzárkózás esemény sorát, persze ehhez a gólhoz a szerencse is kellett, no meg Dusan Sík a passza. A harmadik harmad elején a 20 éves Oroszanov Dezső lépett meg a védőktől, és megszerezte csapata 5. találatát. Az 51. percben Borbás kap korongot emberelőnyben, beméri a kaput és kilövi a hosszú felsőt. Ezzel már 6-3 az állás. A hátra lévő 9 minutumban Németh Péter nehézé tette a meccs végét. Kiállítása után Sike visszaadott pakjával Tóth Adrián belőtte a 4. vendéggólt. Fél perc telt el, amikor Strengel próbálkozott 1-szer és 2-szer, másodikra pedig 6-5-re módosította az állást. Ismét Németh Péter, ismét egy lökés, és 1 perccel a találkozó vége előtt megint ember hátrányban az Újpest. Csütörtökön lett 21 éves az újpesti támadó, akinek talán a legszebb ajándék, hogy csapattársai 6-4 ellen is kivédekezték az utolsó percet, így otthon tartották a 3 pontot Pék György tanítványai. Ám a szakmai stáb nem lehet maradéktalanul elégedett a jövő héten a kontinentális kupában megmérkőző játékosaival. Majdnem felidézted bennem a Ferencvárosi mérkőzést, ugye egy megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből. Ez megengedhetetlen, azt mondom, a srácok küzdöttek, irányították a mérkőzést végig, vezettünk 6-3-ra. Hát igazán csak azt kellett volna játszani, mint addig. Elkezdtünk szórakozni, és egyből a Miskolc feljött 6-5-re. Utána csináltunk a legvégén egy perc volt vissza, és a Németh Peti ahelyett, hogy csak zavarná a játékos, neki löki fejjel a palánknak, megkapja az 2+10 percet. Ugye lehozták a kapust, 6-4-ben játszott a Miskolc, és majdnem megbosszult ez magát. Elég kinkeservessé tettük a végét sajnos, nem összpontosítottunk annyira a végén, úgy, ahogy ezt az előző meccsen is megtettük, tehát a Fradi ellen is a végén kaptunk ki 2 gólos vezetésről. Most is felmerült bennünk, hogy ez bekövetkezhet, de szerencsére kapusunk a helyén volt, szerencse is mellénk állt a végén. Igen, úgy gondolom, hogy az elejétől kezdve most sokkal jobban jöttünk ki mostanában a meccsekre, sokkal jobban felpörögve jövünk ki, ezért partiba is tudtunk lenni még az Újpesttel is idegenbe. Ott a középső harmadban ugye ők elhúztak, szerencsére utána talpra álltunk, és feljöttünk 1 gólra, de a végén ugye megint lőttek, azt hiszem 2 gólt, és így elhúztak. Végén lehoztuk a kapust, úgy, és sajnos nem tudtunk volt lőni 6-5-ben, vagy nem 6-4-ben, mert még egy kiállítást is kapott az Újpest. Hát nagyon más volt a mérkőzés, annak nagyon örülök, hogy szoros mérkőzést játszottunk, szerintem megint mind a két csapat kitett magáért. Hát az Újpest, hogy 6-5-re tudott nyerni, ezt gratulálok nekik. Az én szemszögemből a második harmad első felében volt egy 6-8 perces periódus, ami egyértelműen a miénk volt, és még 2-1-es vezetésnél egyszerűen nem sikerült gólra váltani. Azt túlélte az Újpest, hogy úgy mondjam, és utána a második harmad közepén az ő hasonló időszakukból 3 gól született, és az a 3 gólos különbség, az, vagy 2 gólos különbség már a harmadik harmadra alapvetően meghatározta a játékképét. Jól irányították a mérkőzést, és hát gyakorlatilag a kapus munkánknak, meg itt ott a szerencsének köszönhetően is nagyon meleg perceket éltünk át. Az más kérdés, hogy utána visszajöttünk a meccsbe, de hát hokiba azért 3 góllal már lehet gazdálkodni, nem mondom, hogy
nem létezik olyan, hogy egy csapat feláll háromról, de ha ez ma is sikerül úgy, hogy kapus lehozatallal megint lövünk egyet, az azt gondolom, hogy már a csoda kategória lett volna. Jobban kell élni azokkal a lehetőségekkel, amik meccs közben kínálkoznak, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy három gólos különbségből küzdjünk a végéig. Szerencsére megszereztük otthon is már a második győzelmünket, igaz hosszabbításban, de akkor is a Dabot ugye, megverni, ő a listavezető az ilyen nagy dolog, és úgy gondolom, hogy tényleg most már kezdünk úgy kicsit összeformálódni, szóval most már ellenünk is azért oda kell figyelni a csapatoknak. A hazai pálya sokat fog segíteni még nekünk. Ugye eddig csak idegenben játszottunk, azért az első hazai meccsen illett volna több gólos győzelmet aratnunk az ellenfél ellen, de ugye meg kell jegyeznem, ez a Miskolc már nem ugyanaz a Miskolc, ami 2-3 évvel ezelőtt volt. Itt azért ők elég nagy fejlődésen vannak túl, és számolnia kell velük minden csapatnak. Úgyhogy nem lehet félváról menni őket. Azt szerettük volna, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat, és ezt ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy itt a vége felé ugye az edzők, ugye a játékos, meg a szurkolók itt az agyvérzés határán maradjanak. Hát örülök, hogy nyertünk. Ezzel el kell gondolkodjunk, hogy két egymás követő mérkőzésünkön majdnem kiénekelték a sajtot a szánkból. Egyiken ki is énekelték, hát ezen a mérkőzésen hál' Istennek nem sikerült. Amiben még nagyon el vagyunk maradva, talán vagy az általam megálmodott szinthez képest, hogy igazi hétről hétre, napról napra való nyomás alatt is tudjunk produkálni. Ezt igazából mélységében most fogja ízlelgetni a csapat, itt az elmúlt heteknek a példái adják azt a felkiáltó jelet, hogy tényleg ebben kell leginkább fejlődnünk, hiszen az eddigi években elsősorban néhány ellenféllel tudtuk felvenni a versenyt, és voltak nálunk jóval komolyabb játékerőt képviselő csapatok, ahol igazán a szoros eredményre volt néha lehetőség, de azért nem az volt a meghatározó, hogy egyenrangú partnerként játszassunk mindig. Most, hogyha a csapat egy jó átlagos formáról ki tud lépkedni néhány kiemelkedő teljesítményen, akkor tényleg bárki ellen azt gondolom, hogy pontszerzési esélyünk van. Én mindent egybevetve a mai meccsen is így érzem, de ez egy egészen más lelkületet is behoz a gárda életébe, amit hát egy kicsit meg kell szokni, meg kell tanulni, és hát remélem, hogy ebben tudunk majd lelkileg fejlődni, mert nagyon fontos lenne. Ilyenkor bár sokkal előrébb látunk esetleg egy dobogó, vagy ilyenek is megfordulnak a fejünkbe, és hát reméljük, hogy ezek nem csak álmok lesznek a szezon végére. Szerdán utazunk, viszünk több légiós előttet, akit kipróbálunk, aztán a kontinentális kupa után meglátjuk, milyen eredményt érünk el, attól függően fogjuk megtartani azokat, akik megfelelnek az elvárásoknak, vagy esetleg lesz még változtatás, ezt nem tudom, azt a vezetők fogják majd eldönteni, de mindenképpen ki fogjuk használni, hogy ugye ott azért több légiós tudunk használni, és azért hát ez egy kicsit erősítés lesz a csapatnak, és megpróbálunk minél jobb eredményt ott elérni, mert ugye ez azért anyagiakban is megmutatkozik. Hát én azt mondom, hogy a csapat oda teszi magát, és ugye kicsit erősebb felállítást fogunk játszani, nincsen korlátozva az idegen légiósok száma, akik itt vannak próbajátékon, vagy akár véglegesen mindenkit bevetünk. Hát én aztán arra számítok, hogy a Barcelonát valószínű a spanyolokat megverjük, megnézzük a Csíkszered a mérkőzést a hollandokat, azt információnk szerint feltérképeztük, a hollandok a legerősebbek, tele vannak, volt egy 4 jeles játékosokkal. Hát megpróbálunk tovább jutni, azért megyünk ki Csíkszereden.